A vidékfejlesztési programban 279 pályázónak több mint 6 milliárd forint forrást biztosított a kormányzat helyi termelői piacok kialakítására. A helyben történő értékesítés hozzájárul a termelői jövedelmezőség növeléséhez és a közösségek megerősítéséhez, hangsúlyozta nagykőrösen az agrárminiszter. A vidék megújulása, megmaradása, megtartó erejének növekedése kiemelt feladat a magyar kormány számára. Pontosan ebbe a körbe illeszkedik bele 2012-től az a gondolat, hogy termelői piacokat kell létrehozni. Megalkottuk ennek a szabályrendszerét, amely sokkal egyszerűbb, mint a kereskedelmi piacoknak a szabályrendszere, sokkal egyszerűbben lehet létesíteni. A cél az volt, hogy késztessük a helyieket, a helyi termelőket arra, hogy műveljék meg a kertjeiket. Nagy István kitért arra, hogy Nagykőrös a termelői piacok fejlesztését érintő pályázatból 50 millió forint támogatásban részesült. Emellett 600 millió forint kormányzati támogatást kapott a piaccsarnok újjáépítésére, a terület környezetrendezésére és a hozzá kapcsolódó útépítésekre. A támogatásért és azért, hogy Nagykőrös lehetett ennek a tájékoztatónak a helyszíne, a város polgármestere mondott köszönetet. Mint a 652 éve városi rangú Nagykőrös polgármestere, nagy öröm számunkra, hogy mi mezővárosunk lehet a sajtótájékoztatónak a helyszíne. Nagy öröm, hiszen Nagykőrös a mezőgazdaságból érő, szorgos családok munkájának eredményeként fejlődhetett évszázadok során. Eleink útját járva ő áldozatos munkavállalásának köszönhető, hogy Nagykőrös ilyenné fejlődött, a jelenlegi városvezetés és az értékek megóvásán és gyarapodásán dolgozik. Az előrehaladás jelentős mérföldköve volt az új piaccsarnok átadása is. Erősödik a termelői közösség, és sokkal egészségesebb alapanyagokat tudunk vásárolni. Ezért is fontos a termelői piacok fejlődése és támogatása. Erről már Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő beszélt. 2012 óta léteznek a termelői piacok, hiszen akkor hoztuk ezt a kategóriát létre éppen azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsünk a helyi kistermelők számára, hogy a saját termékeiket tudják árusítani, és ezzel nem csak ők tudjanak egy biztosabb megélhetéshez jutni, hanem egyébként a vidék fejlesztését is szolgálja ez a lehetőség. Hozzátette, mivel legfeljebb 40 kilométeres távolságból érkezhetnek csak az áruk a termelői piacokra, kisebb a szállításból fakadó környezeti terhelés is.